munkafáért. Ki tudnám nyitni az ajtót. Van mész is? Nem, mert ezt kipakolok a bocsival, mert se ki kell ide kapálni. Nem mond. Rözödik? Ja. Aftenemben? Juhu. Tehát a fát már kiválasztottuk a héten, most már csak el fogjuk hozni, és találkozunk majd Cuki bácsival, aki mindent el fog mesélni a kis falmjáról. A 23-a van, de baromi, minden teli van, de jó Isten, a Tesco parkoló konkrétan egy hely nem volt szerintem. Nagyon jó. És még ki kell jönnöm én nekem is. Zsolt, így megtennéd. Így megtennéd. Mint Tesco klient. Ez is bol. Feel it too. Nothing to hide, I'm falling in love. To me it's perfectly clear, I'm falling in love. It's true, this part of the year has something in store for us. We're falling in love. Summer ended, but we did not. Started something, this thing that we got. Vagyunk már Nesőrbe, itt zötyögünk, mint ahogy a fejemen is látszik. És lassan megérkezünk Bóna Laci bácsihoz, akinek gyönyörű karácsonyfái vannak. Konkrétan az egész tele-teli van fával, és amikor elhoztuk, vagy hát még amikor lefoglaltuk a fát, akkor mesélt is nekünk a telepről. Mindjárt megmutatom, hova kéne bejönni. Jó. Itt a mellette levő telkén, mert... Hello. Hello. Na, apa az bemegy konkrétan a... Hú, ugye el fog ütni engem, addig magyarázok. Na, apa be fog menni a fal mellé, mivel konkrétan nem akarják kihozni, kicibálni a fát. Úgyhogy át fogja dobni a kerítésen, és úgy fogjuk megkapni a fát. De ki kell dobni a fát? Hát nehogy én dobjam már ki. Aura bentrel, be kidobjuk. Ja, jó, hát át már szom volna, hogy dobjuk. De nem, szöget fogom már nevezni. Jaj. Mi jöttünk hasztalannak? Japán. Japán. Oh. Komolyan? Ki olyan fűrész, hogy öt húzásból el van vágva egy fa. Tényleg? Wow. Értem. Tök kicsi fát néztünk ki. Nézzétek, itt mögöttem. Know that we're falling in love. To me it's perfectly clear, we're falling in love. It's true, this part of the year has something in store for us. We're falling in love. We're falling in love. Laci bácsi elmesélte, hogy itt milyen sok munkát és trágyát hord be, hogy a karácsonyfák nőjenek, konkrétan valami 20 cm-es humuszos, komposztos talaj van már alatta. Teljesen más, itt vagyunk a Nesőrbe, de mégse homokos teljesen a talaj, teljesen megváltozott már.
elképesztő mennyi munka van amúgy egy ilyenbe. És konkrétan, hát amit láttatok, ott azok a fák, azok 3 évesek voltak, és nagyon picik. Gondoljátok el, hogy egy olyan karácsonyfa, ami a plafonékért meddig nől. Wow! Ó, beleakadt. Muzo, én nem? Ja. Majd nem is van nagy. Ajjaj. Mehettünk volna még egyet. Ha. Nem? Ha. Elfért volna. Ja, akik nem jöttek időbe. Hát mi? Ezt tudod milyen fa? A Jézuskának ezt tették a fejére. Igen? Ez a zsidó, tudod, ez a, úgy hívják, hogy delicsia. Koronatövis. Ha. Ennek a gajjából, hallod? Katolikus a fiú? Igen. Na, Jézuskának ebből csináltak a fejére. Aha. Jézuska... Ja. Az tényleg, igen. Ezen ember, ha meg van nyírva, meg van csinálva, nincs ember, aki átmenjen. Hát az biztos. Elég éles basszus. Ez is kancsárt. Tövises akár. Hát a Jézuskának a fejére ezt tették. Igen, azt mondták, hogy... Kann man gar nicht biegen? Kannst du sagen? Nagyon köszönjük. Hallod, így, figyelj! Mesztelen, ide! Szarista! Poporra! Szadomazó! Egy ilyen gaj, ezt tőlem mibe vágjuk le? Ilyen hosszú heggesztőkesztyű. Hát gondolom. Bajzs, lehajtva, bőrkabát, és akkor láncfűrésszel meg szoktuk nyírni. De utána csak itt van hagyva? Vagy összeszedik valahogy? Nem, nem. Itt vannak a régiek. Azért mondom, hogy ezt összesen lehet szedni. Nem lehet összeszedni. Ez képtelenség lenne. Kezdte nem régen. Még lötyög a hűszkarikának van két ilyen csavarok. Igen, igen. Lötyög az egész. Wird nicht das ausrutschen? Sicher? Wenn mein Vater sagt, dann sicher nicht. Christmas time's got the best of me. Then it starts to snow in her heart.